A hepatitis különböző vírusok által okozott fertőzéses májártalmak gyűjtőneve. A hepatitis B vírus felfedezője Baruch Bloomberg, Nobel-díjas amerikai orvos, 1925-ben született ezen a napon. A világnapon arra hívják fel a figyelmet, hogy szűréssel és megelőzéssel elkerülhető a fertőző májbetegség, amely a vírus fajtájától függően másképp lappang, másképp ad tünetet és másként gyógyítható. Az A vírus által kiváltott fertőzés higiénés kérdés. Jó indulatú a betegség, könnyen gyógyítható. A B vírus ellen van védőoltás, és a C ellen pedig ma már korszerű gyógyszereket alkalmaznak. Fertőzött vér adásával, kábítószereseknél, tűszúrással, de testékszerek vagy nem megfelelően fertőtlenített tetováló tű miatt, és szexuális úton is terjed a vírus. 1993 óta ezeket a véreket, tehát a véradó szűri, és hogyha kiszűr a embereket, akkor pedig küldi a májkondozóba. Tehát ezáltal óriási lépést tettünk a megerőzés felé. Magyarországon 70 ezer fertőzött él, a hepatitis C vírusa 20-30 évig is tünetmentes lehet, késői stádiumban azonban májzsugorhoz és májrákhoz vezethet. A betegség vérvizsgálata kimutatható szűrhető, amit akár a házi orvos is elvégezhet. A valakinek kockázata lehet, hogy ezt a két vírust elkapta, érdemes elmenni szűrésre, ezért is szerveztük a szőröst itt egyébként az országunkba, és tehát akinek tetoválása van, testékszere van, vagy vért kapott, vagy fertőzött beteggel lehetett kapcsolata, az annak mindenképp. A egészségügyi dolgozó, tehát ezeknek szűrésen kell részt venni, és akkor azt szerint eljárunk, hogy, hogy az eredménye. Az A és B vírus ellen van védőoltás, de a C ellen nincs vakcina, ugyanakkor időben felismerve gyógyítható, ki lehet a vírust írtani a szervezetből.